El ne süllyedj! Jó szelet, vitorlát fel! Olajos István kvíz tengernagy köszönti Önöket vetélkedő műsorunk zászlós hajójának parancsnoki hídjáról. Kedves nézőink, játékunk a torpedó és a kvíz műsorok kereszteződéséből keletkezett. Ebben a játékban is egymás hajóit kell elsüllyeszteni a versenyzőknek, de csak akkor lőhetnek a hajókra, hogyha egy vetélkedő kérdésre helyes választ adnak. Remélem jól fognak szórakozni ezen a műsoron, melyben Kecskemét, Nyíregyháza és Miskolc középiskolásai játszanak egymással. A kecskeméti elődöntőkben három csapattal, három középiskolával ismerkedhetünk meg. Kik játszanak a zöld csapatban? A Kecskeméti ÁFEOSZ kereskedelmi és közgazdasági szakközépiskolából érkeztünk. Én Surin Simon vagyok, és szeretem a metal zenét. Én pedig Csaja Georgina vagyok, és jelenleg a középfokú nyelvvizsgára készülök. Isten hozta Önöket, érezzék jól magukat a játékban, és sok sikert kívánok a versenyzéshez. Kik irányítják a sárga hajót? A Kecskeméti Bolyai János gimnáziumot képviseljük mi ketten. Csősz Dávidnak hívnak, 11. osztályos tanuló vagyok, és otthon érzem magamat a matematikában és a technika világában. Kelemen Norbert vagyok, Dávid osztálytársa, engem az informatika és a technika vonz. Isten hozta Önöket is, jó szelet kívánok a vitorlákba. Végül a piros csapat tagjai. Mi is Kecskemétről elkezdtünk, a Széchenyi Szakközépiskola és szakiskola tanulói vagyunk. A 10. osztályból jöttünk, és Kundánielnek hívnak, szeretem a történelmet és a matekot. Én Kozma Dóra vagyok, nagyon szeretek utazni, és remélem minél több helyre el tudok jutni életem során. Reméljük, hogy ennek a vetélkedőnek is a fő díjaként a győztes, aki megnyeri majd a döntőt, Olaszországba utazhat. Talán önnek sikerül, milyen jó lenne. Kedves nézőink, játékunkban három megyeszékhely, Kecskemét, Miskolc és Nyíregyháza 999 középiskoláját nyertük meg, hogy játszanak velünk, legyenek vendégeink itt a budapesti stúdióban, és aztán közülük döntsük el, ki a legügyesebb, kinek van legjobb stratégiai érzéke. Az elődöntőben 9 kecskeméti iskolát látnak, a középdöntőben már kecskeméti, nyíregyházi és miskolci iskolások is szerepelnek, a döntőben pedig az a három csapat játszik majd egymással, akik a legügyesebbek voltak az elődöntők, a középdöntők során. A játékban akkor lőhetnek a csapatok egymás hajóira, hogyha egy kvíz kérdésre helyesen válaszolnak. Pont jár azért is, ha jól válaszolnak a kérdésre, és pont jár a találatért is. Kezdjük is a játékot. Kedves zöld csapat, az ÁFEOSZ középiskola csapata, Önöké az első kérdés. Kolumbusz hajóit, ha föl tudják sorolni, nem lesz nehéz válaszolni erre. A négy hajóból melyik nem volt a felfedező apró flottájának a tagja? A Pinta, a Santa Maria, a Fontana, vagy a Niña? A Niña. Nem, sajnos a Niña az ott volt. A Niña ott volt. Kedves sárga vagy piros csapat, van ötletük, hogy melyik lehetett, amelyik hiányzott Kolumbusz flottájából? Az első lehetőség. A Pinta? Nem. A Fontana, ilyen nevű hajó nem volt Kolumbusz flottájában. A Pinta volt, a Niña és a Santa Maria, a zászlós hajó, a vezér hajó. Sajnos nem tudnak lőni, az ellenfél hajóra járok. Kedves sárga csapat, Önöké a második kérdés. Melyik városunk szülötte Jelki András, aki messze beutazva a fél világot, nagy hírt, nagy nevet, nagy dicsőséget szerzett Magyarországnak? Komáromban született? Debrecenben? Lendván? Vagy Baján? Lendván. Lendván? Nem. Nem Lendván született. Van esetleg ötlete valakinek, hogy hol született ez a legény, akinek a szobra egy földgömbön elhelyezve áll a város egyik terén? Komáromban? Baján. Kedves piros csapat, hát ha most akkor majd sikerül. A földi hajózásról, a földi utazásról, az egekbe emelkedünk, az űrhajózásra térjünk át. Melyik volt az az első űrhajó, amelynek az utasai eljutottak a Holdra? Az Apollo 8, az Apollo 9, az Apollo 10 vagy az Apollo 11? Apollo 9.
Nem. Az már szinte főpróbája volt a holdutazásnak, ez az Apollo 11 volt. Neil Armstrong volt az első, 1969-ben, aki a Holdra lépett. Emlékeznek rá, ez az a híres jelenet, amikor azt mondta, kis lépés egy embernek és nagy lépés az emberiségnek. Az első körben sajnos nem született pont, de semmi gond, van még bőven alkalom arra, hogy pontot szerezzenek. Nézzük a következő kört, a zöld csapat kérdését. A felsorolt országok közül melyiknek nem köztársaság az államformája? San Marino-nak, Marokkónak, Egyiptomnak, vagy Finnországnak? San Marino. San Marino. San Marino legrégebb köztársaság Európában. Képzeljék el, már a 300-as évektől kezdve köztársaság az államformája, egy remete alapította, egy kőfaragó remete. A helyes válasz Marokkó lett volna, Marokkó királyság. Az összes többi köztársaság. Kedves tárgyalatok, melyik a legnagyobb sziget a Duna magyarországi szakaszán? A Szigetköz, a Szentendrei sziget, a Csepel-sziget, vagy a Mohácsi-sziget? A Csepel-sziget. A Csepel is jó nagy, de még ennél is nagyobb a Szigetköz. Piros csapat. Ma, Magyarország mai határai között, melyik folyónknak van a leghosszabb szakasza? A Dunának, a Tiszának, a Drávának, vagy a Szávának? Tiszának. A Tiszának, remek! Az első jó válasz, kitűnő. Így van a Tiszának. Azt is szokták mondani a Tiszáról, hogy a legmagyarabb folyó, hiszen itt ered a történelmi Magyarországon, és itt is ömlik a Dunába a történelmi Magyarország területén. No, akkor most egy lövés következik, kedves zöld csapat. Zöld csapat felőnek. És Dénes 4-es. Dénes 4-es, kedves zöld csapat, találták? Talált. Talált. Gratulálunk a piros csapatnak. Nézzük a zöldeket, hogyan vágnak vissza. Mi a festőhengernek, amit annyiszor szoktunk használni a szobafestésnél is, a közismert elnevezése? Candynek hívják a festőhengert más néven. Teddynek, Bendynek vagy Sandynek? Teddy. Teddy. Teddy, így van. Nagyon helyes, a háztartásban jobban otthon vannak, mint az előző kérdésekben. Parancsoljanak, önké a lövés joga. Vissza a pirosra. Igen. Legyen a Gábor 2-es. Gábor 2-es. Talált. Talált. Rögtön egy pillanat alatt kiegyenlítődött a harc. Kedves sárga csapat, Bolyai Gimnázium, hova? Miképpen lőnek önök, ha jól válaszolnak erre a kérdésre? Mire való a horoló? Kapálásra? Mintázásra? Tűzgyújtásra? Vagy festésre? Kapálásra. Kapálásra, így van a szőlő kapálásban bizony nagy haszna van, vagy a zöldség kapálásában. Tessék parancsolni. Piros Gábor 1-es. Piros csapat Gábor 1-es. Talált. Talált. Mindenki megszerezte az első találatát, nagyszerű. Nézzük a piros csapat kérdését. Minek a mértékegysége? A Dönié, amit úgy rövidítenek, hogy de. A fényképészek által használt filmek érzékenységének, a hőtágulásnak, a szálvastagságnak, például a harisnyáknál, vagy éppen a fény áteresztő képességnek. Szálvastagságnak. Hát, ahol hőd is van a csapatban, az a harisnyánál bizonyosan megfigyeli, hogy mennyire vastag a szál a harisnyának. Így van, a harisnyákon szokott feltüntetve lenni, hogy mekkora a szálvastagsága. Kinek melyik hajójára lőnek? Zöld. Zöld csapat? És Dénes 3-as. Kedves zöld csapat, Dénes. Nem talált. Nem talált. Pont jár viszont a jó válaszért. Zöld csapat, az Áfeusz középiskola csapata következik. Ki a szerzője a Buda halála című hőskölteménynek? Arany János. Ó, már nem is kellett mondanom. Gratulálok, így van, Arany János a szerzője. Parancsoljanak, önnek a lövés joga. Piros csapat, Gábor 3-as.
Nem talált. Nem talált. Nézzük a Bújai Gimnázium kérdését. Irodalomnál voltunk az imént, irodalommal folytatjuk. Melyik költőnk raboskodott többek között Kufsteinben is a Martinovics féle összeesküvés után? Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Hajnóczy József vagy Zsigray Jakab? Kazinczy Ferenc. Kazinczy Ferenc. Nagyon jól belelendültek a kezdeti bizonytalanságok, most már réges-rég a múltéi. Hova lőnek? Kinek melyik? Szeretnénk a piros csapat, hajnal kettes mezőre. Elsüllyedt. Egyre izgalmasabb a játék. Mindenkinek van már találata, sőt elsüllyedt hajók is vannak. Adózzunk egyelettel a matrózok emlékének, akik a hullámsírba süllyedtek. A piros csapat következik. Mi az első szó Arany János toldiában? Hé, paraszt! Tüzesen, ég, mintha, vagy hullatja. Há? Tüzesen. Süt le a nyári nap sugára az ég tetejéről a juhász bojtára, kukorica Jancsira, de nem toldira. Toldira. Éga. Éga nap. Már egétől a kopászik sarja. De még ez sem jó, mert az igen. Már az első énekben van. Az előhang viszont úgy kezdődik, hogy... Mintha. Mintha pásztor bűz égő őszi éjszakákon. Ez lett volna jó válasz. Kedves áfeoszosok, önöké a következő kérdés. Az egyik leghíresebb, legismertebb orosz ikonfestőről van szó, akit Tarkovszki gyönyörű filmben mutatott be a közönségnek. Ki ő? Feofán Grieg, Andrei Rubjov, Dionysi, vagy Ushakov? Ez itt lesz. Dionysi. Dionysi, nem. Sajnos nem. Ez a film Andrei Rubjovról szól. Andrei Rubjovról. 1300-as és az 1400-as évek fordulóján élt. Csodálatosan szép ikonjai vannak. Az ő életét dolgozza fel Tarkovszkinak a filmje. A sárga csapatét. A következő kérdés. Képzőművészetről lesz szó itt is. Apja Magyarországon ajtóson volt jobbágy, ő pedig korának az egyik legismertebb alkotója lett, méghozzá Németországban. Kit idéztünk meg? Dürert, Jan van Eyck-et, Aldorfelt vagy Molbercset? Aldorfer. Nem, ő is nagyon híres volt, de későbbi kor, akiről szó van, tudjuk-e kicsoda. Dürer, így van, Abel Dürer. Dürer volt az. Ismét a piros csapathoz fordulok, a Széchenyi Középiskola csapatához. Megint egy festőt keresünk. A cári udvar kedvelt festője volt ez az illető, remek illusztrációkat készített Arany János és Madách Imre műveihez is. Marasztóni Jakabról van szó, Vadműrel Ferdinándról, Lüka Károlyról, vagy Zicsi Mihályról? C. Nem. Nem a C, hanem az orosz udvar kedvelt festője bizony Zicsi Mihály volt. Nagyon szép illusztrációi maradtak fönn az ember tragédiájáról. Gyönyörű, nagyon érdekes képeket készített. Ebben a körben nem nagyon szereztünk pontot, de ismét az Áfeosz csapatája a válaszadás joga. Nézzük ezt a kérdést. Sport. Hát, ha ez így van meg. Mikor volt az első pontosan dokumentált ókori olimpia? Krisztus előtt 776-ban, Krisztus előtt 753-ban, Krisztus előtt 456-ban, vagy Krisztus előtt 443-ban? Mondja. Krisztus előtt 776. Így van, Krisztus előtt 776-ban. Nyugodtan mondják, bátran, hogy is tudják, én láttam, hogy tudták. Kinek melyik mezőjére lőjünk? Sárga csapat. Igen. Ő legyen... Adolf 4. Sárga Adolf 4-es. Nem talált. Nem talált. Itt egy alkalom, hogy visszahágjanak. Az ókori olimpiák után térjünk a modern, az újkori olimpiai játékokra. Hol rendezték az első újkori olimpiai játékokat? Brüsszelben, Párizsban,
Athénban vagy Londonban? Brüsszelben. Nem, Athénban. Athénban, ugye annak az emlékére, hogy mégiscsak a görögök voltak azok, akik az olimpia eszméjét az egész világon népszerűvé tették, náluk volt az első újkori olimpia 1896-ban. Kedves piros csapat, még egy olimpiákhoz kapcsolódó kérdés. Nemrég hunyt el négyszeres olimpiai bajnok vízilabdázónk, aki játékosként 3 alkalommal, szövetségi kapitányként pedig újabb alkalommal is az olimpiai bajnoki címre vezette a csapatot. Kiről van szó? Jenei Lászlóról, Markovics Kálmárról, Kárpáti Györgyről, vagy Gyarmati Dezsőről? Kárpáti György. Kiváló vízilabdázó volt. Nagyszerű, de nem. Nem ő, hanem... Tudjuk-e? Gyarmati Dezső. Gyarmati Dezső volt. Vissza a zöld csapathoz. Szállóigéket fogok mondani. Jó szerencsét, semmi mást. Kinek a szállóigéje, kinek a jelmondata volt ez? Balassi Bálinté, Bornemisza Gergely, Zrényi Miklósé vagy Nádasdi Ferencé? Zrínyi Miklós. Így van, Zrínyi Miklós, nagyszerű. A nagyszerű költő és hadvezér ezzel a jelmondattal is beírta magát a magyar irodalom történetébe és a magyar hadviselés történetébe. Egy lövés következik. Sárgáktól a Dezső négyet. Dezső négy, sárga csapat. Nem talált. Nem talált. Kedves sárga csapat, megint egy szállóigen. A te katonád voltam, uram, a te seregedben jártam. Kinek az utolsó szavai voltak ezek? Tomori Pálé, Csák Ugriné, Balassi Bálinté, vagy Nádasdi Tamásé? Tomori Pál. Lehetett volna, de nem az övé volt. Ugye a Mohácsi csatában hunyt el Tomori Pál. Ezek nem, ezek Balassi Bálintnak az utolsó szavai voltak, aki az esztergomi várostromban kapott halálos lövést, és ott vérmérgezésben halt meg. A következő kérdés a piros csapaté. Megújulnak a dicső magyar nemzetnek sebei. Kihez fűződik ez a mondat? Tököli Imréhez, második Rákóczi Ferenchez, Martinovics Ignáchoz vagy Bocskai Istvánhoz? Második Rákóczi Ferenc. Így van, híres kiáltvány a Recrudescum latinul, ezzel kezdődik, valóban nagyszerű. Piros csapat, parancsoljanak. Sárga csapatra lőnék. Igen. És... Cecil 6-os. Cecil 6-os, sárga csapat, van ott valami? Nem talált. Nem talált, sajnáljuk akkor. Nem talált, 2 pont azért jár, azért válasz jó volt. Az Alpheus csapata következik. Anonymous szerint hol tartotta Árpád az első országgyűlést a honfoglalás alkalmával? Bereckén, Budán, a Szeri pusztán vagy Csepelen? A C a Szeri pusztán. A Szeri pusztán, így van. A Szeri pusztán, ó pusztaszer, ugye ennek a mai neve, ennek a településnek a mai neve. Melyik mezőre lőnek? A sárga csapatnak Cecil 5-ösét. Sárga csapat. Talált. Talált. Gratulálok. Itt az alkalom a sárgáknak, hogy visszavágjanak. Ki volt az a történészünk, régészünk, aki megalkotta a kettős honfoglalás elméletét? László Gyula? Kristó Gyula? Szegfő Gyula? Vagy Mag Ferenc? Kristó Gyula. Kristó Gyula lehetett volna, de László Gyula. László Gyula volt. Piros csapat kérdése következik. Ki vezetett a magyar királyok közül keresztes hadjáratot a Szentföldre? Második Béla, második László, második András, vagy második István? Második András. Második András. Kitűnő, így van. Második András.
kinek melyik hajójára lőnek? Sárga csapat. Sárga csapat. És Béla ötös. Kedves sárga csapat, Béla ötön, van-e valami? Süllyedt. Süllyedt, elsüllyedt. Milyen hajó süllyedtel? Kedves zöld csapat, az önök kérdése a következő. Ez már fizika. Ki mérte meg először a felettünk lévő levegőoszlop nyomását? Galilei? Esetleg Torricelli? Fahrenheit? Vagy Reaumur? Torricelli. Torricelli, így van. Igen. A higanyoszlop, így van. Körülbelül mikor élhetett Torricelli? Melyik században? Aztán 17. Kitűnő, 17. században. Nagyon jó. Parancsoljanak önnek ilyen lődés. Sárga csapat E3-as. Emil 3-as. Nem talált. Sajnos nem talált. Nézzük a sárga csapatnak milyen szerencséje van. Melyik természettudós hozható kapcsolatban a fáról leeső palmával? Pascal, Euler, Leibniz vagy Newton? Newton. Newton, így van, Newton. Nagyon jó a válasz. Önöki a lövés. Ferenc 7-esre szeretnénk lőni a piros csapat. Piros csapat. Ferenc 7-es. Talált. Talált. Újabb pont a sárga csapatnak. Gratulálunk. Kedves piros csapat, ki volt az a természettudós, aki a legenda szerint mezítelenül szaladt végig városa utcáján, miközben azt kiabálta, hogy megtaláltam, megtaláltam. Eureka! 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 Pitagórász lehetett ő? Archimédész, Thalész vagy Démokritos? Archimédész. Archimédész, igen. Mit talált meg Archimédész? Nem tudom pontosan. A legenda szerint Archimédész otthon a fürdőkádba merült, bár nem tudom az ókori görögöknél volt-e fürdőkád, és a felhajtó erőnek a törvényére akkor jött rá. Kedves piros csapat, kinek melyik mezőjére lőnek? Sárga csapat. Ferenc 8-as. Ferenc 8-as, van-e ott valami sárga? Nem talált sajnos. Nem talált. Nagyon izgalmas a játék, kedves versenyzők. Szerintem fej-fej mellett halad a küzdelem. Az utolsó kör következik. A zöld csapaté az utolsó kör első kérdése. Melyik ünnep esik legközelebb a tavaszi napi egyenlőséghez? Legközelebb. A pünkösd, a karácsony, a húsvét, vagy a vízkereszt? Húsvét. Húsvét. Így van. A húsvét. Pontosan. Tudja valaki, hogyan kell kiszámolni a húsvétnak az idejét? Első vasárnap. Miután? Első vasárnap. Napi egyenlőség után. A tavaszi napi egyenlőséget követő első teli hold utáni vasárnap. Így számolják ki a húsvétot. Így van. Hova lő a zöld csapat? Emil 4-es a sárga csapatnak. Sárga csapat, Emil 4-es. Talált süllyedt. Talált süllyedt. Gratulálok. Sárga csapat, ebben a játékban az utolsó kérdésük. Melyik magyar szentet szokták csatabárdal ábrázolni? Szent Imrét, Szent Istvánt, Szent Lászlót vagy Boldog Özsébet? Szent Lászlót. Szent Lászlót, így van, a lovak királyt csatabárdal ábrázolják. Szeretnénk a piros csapat mezőire lőni, a Ferenc 8-as. Ferenc 8-as piros csapat. Talált. Talált. Remek. Ez is egy találat volt. Nagyon jó. És játékunk első elődöntőjének utolsó kérdése a piros csapaté. Melyik város érseke volt a jelenlegi pápa Ferenc? São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro vagy Montevideo? Montevideo. Nem. Nem mondta videónak az érseke volt, hanem... Buenos Aires. Buenos Aires. Így van, Buenos Aires érseke volt, így van. Kedves versenyzőink, kedves nézőink! Az első elődöntő végén számoljuk össze a pontokat. Nézzük először, hány kérdésre adtak helyesen választ. A zöld csapatnak 7 kérdésre sikerült jó választ adni, akkor 14 pontot szereztek ezzel. A sárga csapat 4 kérdésre adott jó választ, ezzel 8 pontot szereztek. A piros csapatnak 5 kérdésre sikerült jó választ adnia, ez 10 pontot jelent. És nézzük a találatokat, mennyire voltak ügyesek az ágyú mesterek az egyes csapatoknál. A zöld csapat 3 találatot ért el, a sárga csapat 4 találatot,
a piros pedig 2. Összesen tehát a piros csapat és a sárga csapat 12-12 pontot szerzett. Az első forduló első játékának a győztese az Alfeusz középiskola zöld csapata, akik 17 pontot szerztek. Gratulálok! Ők jutottak tovább a középdöntőbe, amiben már miskolci és nyíregyházi csapatokkal kell összemérniük a tudásukat. Kedves nézőink, reméljük itt lesznek velünk a következő elődöntőn is. 3 újabb kecskeméti középiskolával fogunk játszani. Viszontlátásra!